vagyis vízkereszt előtt való napon, éjfélkor, ha hát normálisan lefeküdtünk, akkor még tévé nem volt, hogy ne itt volna mit nézni, meg hát villany se nagyon volt. Elég az hozzá, hogy akkor éjféltájban, legalábbis én úgy tudom, hogy éjféltájban doboltak, áttellenben, a mi házunkkal áttellenben volt egy oszlop, és azon égett egy körte. Valami vacak kis körte lehetett, de a dobos, tehát a kisbíró ott állt meg, és ott a kis fénynél próbálta felolvasni azt a közleményt, hogy holnap reggel minden mentének, a községháza előtt kell lenni reggel hat órára, három napi élelemmel, és valami útra valóval, mert viszik ki őket Németországba. Na jóságos Isten, ha persze nagy sírás, rívás lehetett, mert voltak ott a utcánkban többen is, akik beleestek ebbe, hogy leventék, leventék voltak, és tehát innen menni köldött. Tehát, és hogy 15 éves kortól egészen katonakorig, tehát 20 éves korig szól ezekre, ezekre a parancs, Hozzá volt téve, mint mindenre, akkor, hogy főbelövés terhe alatt. Hát az ember komolyan vette a dolgot. Ez egy kifejezetten repülőtéri, láger volt, hogy csak laktanyák voltak, és néhány barak volt. Néhány, abban néhány barakban pedig ukránok voltak, és a cigányokat is a barakokba helyezték el. Élelmezés? Hát nyomorult, milyen lett volna én csodálkoztunk azon, hogy itt az emberek megélnek ezen, mert ott is a húzdek a kenyér, az volt a fejadag, és a húzdek a kenyér az ilyen 4-5 centi hosszú, hosszú, volt ebből a vágott kenyér, nem vágott, hanem csomagolt kenyérből, mert nem friss kenyeret kaptunk, hanem csomagolt kenyeret. És azt, ha valakinek jó kése volt, azt még le tudta akkor 4 öt karéjra vágni, és aki nagyon-nagyon meg, önmegtartóztató volt, annak még másnap reggelire is maradt egy, egy karé belőle, vagy legalább egy fél karéka. Szörnyű volt, szörnyű volt. És nem voltunk ehhez szokva, mi nekünk ott kezdődött tulajdonképpen a nyomorúság, amikor beléptünk Németországba, és elfogyott a hazúról, hozott vala, valamink, már szó valamit, hozott az ember magával. Az Angeburger Strasszénak a sarkánál állt egy páncélos és attól egy olyan 50 méterre voltak a legközelebbi beás, már olyan gödreink, amikbe így meg lehetett húzódni. Na, és a legközelebbi volt ahhoz egy olyan, hát nem volt az olyan 40-50 méternél több semmi esetre, amiben a Bende Győzi, meg a Szarka Andris voltak, két peredi gyerek volt, nagyon rendesek voltak. Nos, tehát ők voltak ott a legszélső gödörbe és napokig nem tudtak ottan megmocszani se. Hát annak a tanknak a szeme láttára nem mászhattak ki, ugye? És egy éjszaka miért nem szöktek meg onnan, fogalmam sincs. Hát ez mind a, a tapasztalatlanságunkat mutatta, hogy mi nem voltunk tapasztalt frontharcosok, minket csak belelöktek a legvégső izébe, és akkor kaptunk puskát a kezünkbe, amikor már sötület se, tület, se nem volt. Nos, hát ők ott kitartottak. És hát én nem tudom, hogy mi történt velük akkor 28-án vagy 29-én, valami mozgás lehetett ott. És akkor nem sokat gatyáztak, mert ők annyira a szélén voltak ennek a partoldalnak, annyira a szélén voltak, hogy egyszerűen ráirányították a alatta lévő részre, és belelőttek ágyúval. És vége volt. Tovább semmi mozgás nem volt és ugyanaznap este még az egyik gyereket se fermisít, azt meg, hát az, az, egyik altiszt, aki ott volt velünk, az lőtte agyon. Mert ez kiment, valahova ment volna, este volt, sötétbe volt, ez meg mozgást látott, azt gondolta, hogy orosz már itt van közelbe, fogta a géppisztolyt és szétlőtte az egész arcát, azt lehet mondani. Na, és sorozatot ráengedett. Na, hát ez volt, és aztán ez a Jusszó alak, mondom, az is, az távolabb volt, vagy így olyan száz méterre lehetett ettől a harckocsitól, de mindig csak attól kellett félni ők. és be voltak ásva, hárman voltak abban a gödörben, a nagy frici, akit előbb mondtam, Varga Laci, és ez a Tótioska. ezek voltak. És akkor levágtak azon a napon valami lovat találtak ottan, és azt levágták. abból főztek gulyást, vagy majd tudom én, az hát elég az hozzá, hogy azt megfőzték. És onnan a parttól fölfelé kellett jönni, tehát azok, akik vittek volna nekik ebédét, azok följöttek egy bizonyos pontig. De mikor már ott a viszintes talajhoz értek volna, ahol ezek be voltak ásva, arra már nem vállalkoztak. Csak onnan lentről kiabáltak nekik egy olyan 15-20 méterről, hogy gyertek, a kaját hoztunk vágtak lovat, és abból, a, abból hoztunk. Hát ezek ott tanakodtak, hogy mit csináljunk, mit csináljunk. A Laci, aki megmaradt, hát ez állította, hogy ő visszatartotta volna a Jóska. De azt mondta, hogy éhes, azt mondja, ő neki kölmenni, ma akkor napokig nem kaptak semmiféle ellátást. Azt mondja. És akkor kiment a gödörből, hogy pár méter csúszott, ettől csak egy rövid géppuskasorozatot hallottak és végig néhány nyögés, és többet a Joska meg sem ukáltam. Mi addig nem voltunk hozzászokva ahhoz a tömeg és halálokhoz, de akkor azon a napon, az május 1 kellett, hogy legyen, de már délután, igen, május 1 volt az, és mentünk együtt. De hát az egy olyan tömeg volt, most már lerajzolni is, vagy meg elképzelni se lehetne azt a tömeget, azt a tömeget, hogy senki senkinek nem parancsolt, csak mentünk utánuk. És a tömegnek az eleje, merre fordult, mi mentünk csak azon konnuta, mi ha azok tudták volna, hogy hova megyünk. Azok se tudták, csak mentek, mint a vakok. Hogy hát, ha minél messzebb Berlintől, csak az volt az egy cél és mert akkor még élt az egyik másikba az, hogy ha nyugatra megyünk, akkor ezért csak találkozunk az amerikaiakkal. Mert az volt az álom, hogy angol vagy amerikai fogságba esni. Mert ott a biztonságba éreztik volna magunkat. Hát Úristen, ott az, a, az, az oldala az útnak, hát nem volt olyan túl magasan, csak egy olyan egy méter magasságnyira mellettünk vezetett el, síkvidék volt az az, az az út, vezetett el, és amellett mentünk ebbe a mélyedésbe, a kis árokba. De az az árok tömve volt halottakkal. Hát az szörnyűség volt. Én akkor láttam életemben először ennyi halottat egy rakáson. Mert hát, hogy meghalt valaki, ugye, az, az csak egy volt. De akkor azt lehet mondani, hogy tömegestől ott voltunk, és nem volt hova lépni rá kellett az embernek sokszor lépni, ha azt akartuk, hogy azzal egy méteres, egy méterrel magasabb út valamennyire védjen bennünket. Borzasztó volt az, borzalmas volt. ha mondom, az, akkor láttam először ennyi halottat egy csomóban. Az borzasztó volt. A május eleje volt, ugye, jó idő volt, és egyszer csak ahogy ballagunk, nem voltunk olyan túl messzi, olyan két 300 méterre lehettünk csak a kastélytól, ahonnan elindultunk. Egyszer csak valaki ránk hogy stúj. Hűha! Na ma akkor találkoztunk. Ez ma nem németül van mondva, nem azt mondja, hogy halt, hanem hogy stúj. És akkor kinyomta a, a géppisztoly csövét a bokorból. Aztán előjött ő is, látta, hogy mi megállunk, mennyien lehettünk ottan, öten-hatan, ha mentünk abba a csoportba. Megálltunk, mink is, föltettük a kezünket, hogy na jó van, és akkor kilépett a gyerek, egy olyan fiatal, jóképű srác volt, az se lehetett idősebb, mint mink, lehet, hogy még fiatalabb volt talán tőlünk is. De ő már tapasztalt harcos volt, tehát tudta, hogy mit, hogyan. Mi meg nem tudtunk semmit, buták voltunk még ahhoz is, de azt úgy megértettük, Na elég az hozzá, hogy oda jött hozzánk. Uri ezt, uri ezt, de hát óra van. Hát <laughs> mutattuk, hogy nincs, nincs óra. Hát hallottuk csak azt, hogy hát ők a órára mennek nagyon. Akinek volt, az is eltette, mutogatta a kezét, hogy nincs óra. Hát nincs óra, így nem lett óra. Hát tőlem elvitt egy kis zseblámpát, ilyen háromszínű zseblámpát, ami több színű lehetett világítani, fehéret, zöldet, pirosat lehetett vele adni. Ilyen. Nagyon tetszett nekem, nekem nem volt sehol olyan. Itt lógott, megfogta azt is, levette, meg villantotta. Jó van, azt mondja, zsebre tette. <laughs> Ez is valami. <laughs> no, elég az hozzá. És aztán magyarázta, hogy csak menjetek, menjetek ott vasúti tőtés meg már magyarázta, hogy azon túl kell menni, ott már sokan vannak. Hát tényleg úgy is volt. Mi mondtuk, na fogságba estünk, ma fogságba vagyunk. Ma az is olyan biztonságot jelentett, hogy itt már lőni nem fognak. Nem tudtuk, hogy hogy megy a dolog. Van, ahol lelőtték a foglyokat, Istenem. Na hát, de itt már nem arra mentek. Tehát a fogságbeesésünk után az első láger, ahol már tényleg lágerszerűen ment a dolog, akkor már tudtuk, hogy mi az a fogság. Hát az a 5.-6. napján volt a fogságbeesés után. meg hívták azt a falut. Falut, én falut ott nem láttam tulajdonképpen, de később láttam térképen, amikor visszakerestem, hogy Rüderzors azért valami, olyan szóval iparváros lehetett annak idején. De volt ott egy hatalmas cementgyár. Azt mondták, hogy Európában ez a legnagyobb cementgyár. Én nem tudtam összehasonlítani semmivel, soha nem láttam cementgyárat. De itt benne voltunk. Már rengetegen voltunk, és aztán akkor csak vártunk, hogy nem majd valahova bevisznek bennünket. Hát nem vittek sehova bennünket. Ott azon a nagy placon hatalmas tér volt, ugye, nagyobb egy futballpályánál jóval ahol megállítottak bennünket, és mi nem is voltunk az elején, középtájon lehettünk. Megálltunk, és csak vártuk, hogy vigyenek. Ott hagytak. Aztán ott meg is virattunk, leültünk a talajra, ugye homokos talaj volt, meleg volt még este, reggelre már kihűlt. Elég az hozzá, hogy ottan kihúztuk az éjszakát, és hát ott húztuk. Másnap Leha, semmi. Vasora nem volt, reggeli nem volt. Aztán tíz óra tájba hoztak oda egy edény. Ilyen ebédhordó edények voltak, zsákmányoltak eleget, ugye hát azokba hoztak oda edény. Ebédet. Nem ebédet, teát hoztak csak. Hát ez is valami, megittuk a teát aztán már kijelentették, hogy innen senki el nem mozduljon, mert most már sorba veszük az embereket, megszámolnak bennünket, és ezután már itt fogtok enni kapni, csak ennél a századnál kaptok enni. Na jóságos Isten, és meddig leszünk itt? A nem tudta senki, hogy meddig leszünk ott. És ott voltunk két-három napot, ottan kinn a szabad ég alatt. Orvosi vizsga, no, az is egy furcsa dolog volt. Azt nem tudtuk, hogy hát itt orvosi vizsgálatra is kell menni. Azt sem tudtuk, hogy mit célból csinálják az orvosi vizsgálatot. Később aztán rájöttünk erre, és már jobban tartottunk tőle. Az első orvosnőt, akit láttam, hát az egy bitangul kinéző alak volt. Ezt többször elmondtam, hát ugye, úgy emlékszem rá alulról fölfelé. Egy fehér szandál volt a lábán, magasarkú szandál, fekete harisnya fölötte, a fölött aztán normálisan sötétkék szoknya, mert az volt a be előírás, náluk, ő teljes tiszti dízbe, jelent meg előttünk, és fölötte még gimnasztyorka. Gimnasztyorka az a hosszú ujjú ing, amit úgy kell fölfogni, és akkor aztán fölül egy hát derékszíjjal kapcsolják össze az egészet. Ez a gimnasztyorka. Ez volt rajta és a fején tiszti sapka, és vörös haj, tiszta vörös haj volt, na hát úgy rodálkoztunk. És igen, hatalmas szivart, nem szivart, hanem hosszú szipkába, egy cigaretta volt a szájában, azt letette azt aztán újra megszívta, hogy hát ki ne aludjon, elég az hozzá, és új nézegetett bennünket. Nézegetett, és azt mondja, hogy forduljak meg, megfordultam, belecsípett a paromba, ott még volt, mert mondom, olyan azzal vagyok megáldva, néha nagyon jó volt, néha kevésbé volt jó, hogy nem fogyok le, vagy nagyon egyenletesen fogyok. De a faromon mindig van valami fognivaló. Megcsípte, próbálta, erősülti, első osztály, beíratta. Első osztály. Hát Laci mögöttem jött valamivel, az kiem, mikor megvolt, kimentünk, mondok, te hányadik lettél, hányad osztályú lettél. Kettes azt mondja, mert ő vékony, magas gyerek volt, akkor, ahol 19 éves, hát magas gyerek volt, hát ő másodosztály lett. És ez aztán döntő volt, azt lehet mondani a sorsunkra is, mert később külön válogattak bennünket. Amíg itt voltunk, addig együtt voltunk, egy csoportban. De utána, amikor jött a válogatás, akkor az első osztályúak külön, és a másodosztályúakat vitték ki. Ezt sikerült elmennem oda, és lekerülni a pincébe, a húsos pincébe, a hús pincébe. Óriási pince volt, mivel ottan óriási tömegekről kellett gondoskodni nekik, tehát minden olyan volt. De onnan csak olyat lehetett fölhozni, amit kijelöltek a ottaniak már ott, akik lent voltak a pincében. Ott volt azért orosz feladat, aki kijelölte, hogy no, ezt lehet vinni, azt nem lehet vinni. Amiben még úgy mozogtak a kukacok, hogy megmozgatták az egészet, azt már lehetett vinni. Ahol még a kukacok nem tudták megemelni a sóréteget, azt még nem lehetett. Ott meg kellett várni, amíg az is úgy fog mozogni, mint az egész. Szörnyű volt utána azt lehet mondani, hogy nem tudtam én se enni, nem, nem akarta a gyomrom bevenni azt, különösen, hogyha olyasmit adtak, amiben valami húsféleség is volt. Aztán megszoktuk azt, ugye, meg megszoktak azt is, ugye, hogy láttam azt, hogy valaki ottan eszi, aztán valamit lát, akkor, akkor kanalával kidobja onnan, és eszi tovább az egészet. Így voltunk. A kukaszos húst is el kellett fogyasztani más nem volt. Augusztus 15-én, de búcsú napján értünk oda Baranovicsbe. No, de itt aztán már más volt a baj. A baj az volt, hogy Lulényezbe ugye olyan kocsikba voltunk, húszan, ahol ami húsz ember számára készült az a kocsi, friss volt ellátva. Itt pedig átzavartak bennünket olyan kocsikba, ahol nem voltak priccsek, semmi se volt. És itt is a 40-et betartották, 40 ember ment egy kocsiba. És most 40 embernek a talajon kellett feküdni, mert más nem tudtunk csinálni, vagy álltunk, vagy pedig lefeküdtünk. Mert a lefekvéssel legalább az ember megőrizte a helyét. De az úgy borzasztó volt. És ráadásul még borzasztóbb volt az, hogy itt, nem csináltak, szóval, na, vécét nem csináltak. Tehát nem csináltak egy lyukat, amiben ugye az ember elvégezhette a dolgát, hogyha már volt mit végeznie. Nos, ezzel eljutottunk Baranovicsibe, és ott kitaszítottak bennünket egy mellékvágányra olyanra, ahol nem járt semmi, ahol minket nem zavart semmi, beállították oda ezeket a kocsikat, és mi ott maradtunk. Hát szenvedtünk, kínlódtunk, veszekedtünk egymás között, mert az másképp nem megy, mikor az ember ember hátán úgy össze van szorítva, akkor az nagyon pocsék helyzet. És különösen, hogy két kocsiból egy kocsit csináltak, hát az meg nagyon meggyötört bennünket és ott ráadásul karanténnek mondták az egészet, mert nagyon le voltunk gyöngülve, és akkor, mikor elindítottak bennünket pozimból, akkor adtak annyi kenyeret, ami kitartott egy három-négy napot. Aztán az elfogyott, akkor száraz kenyérre fordultunk. A száraz kenyér már úgy törte a szánkat, hogy már nem tudta az ember megrágni se, mert ki volt mindenkinek a szája. Vizet nem kaptunk, vizet úgy hoztak, csak hogy hát tessék, lássék, valamit hoztak, azt mondták, hogy hát most kaptatok vizet, mindig, hiszen fürödni akartok benne, fürödni a fenét, csak inni akartunk volna, ha lett volna, miből. December elején én elég rossz bőrbe kerültem, mert a járványos hasmenés az annyira dívatottan közöttünk, hogy én is elkaptam. nyerska kapusztát ettem meg, és az nagyon megpróbálja az embereket, különösen olyan helyzetben. Na elég az hozzá, hogy akkor volt, hogy úgy vittek ki, nem úgy vittek ki, támogatva vittek ki a munkahelyre, de azért helytáltam, meg beteg nem lehetett az ember, mert hát mivel, semmivel, még csak faszénpor se volt, amit meg lehetett volna enni, tehát nem tudott védekezni az ember ezzel. Az vagy átment rajta, vagy nem. Hogy kivittek bennünket arra a felé, és úgy félúton, azt hiszem Gancevicsiben álltunk meg. Megállítottak bennünket, félretették a vagonjainkat, és azt mondták, hogy ezután fát fogunk rakni. Na este volt, mire odaértünk, másnapra kivittek szépen bennünket, mikor úgy ritkán mentek, mert nagyon ritkán mentek ott vonatok, mikor... Hosszabb idők volt, akkor kivittek az állomás végére, és ott a vasút mellett voltak lerakva fák, kivágott fák. A nyolc méteresek voltak, mert általában ott a nyolc méter az a szabvány, nyolc, négy, kettő, és aztán többit eldobni. No, elég az hozzá, hogy hát oda voltak lerakva a vasút mellé, és odaálltak, mink leugráltunk gyorsan, és gyerünk föl, és akkor egy ideig dobáltuk fel a fát, egyszer csak, hogy abba hagyni, visszamegyünk az állomásra. Jó van, tónak, egy kicsit vonatozunk is, megint. <laughs> Na, hát akkor visszavittek az állomásba, elment a vonat, megvártunk egy másik ellenvonatot is esetleg, és akkor utána megint kitoltak bennünket. Megálltak valahol, és akkor aztán nekiállni megint és rakni. Dobáltuk fel a fát, amennyire csak lehetett még legjobb volt annak, aki ott állt fönn, ugye, mert hát az csak igazgatta a fákat, hogy hát ne be dobáljátok már még minden, és így ment az időnk. Ha kaptunk elég tisztesség és ottan, ott azért kibírtuk volna. No de kint voltunk valami tíz napig, vagy tizenkét napig, és akkor jött valami parancs. Ma akkor majdnem tele volt a csak két-három napot vártak volna, ma akkor elment volna a vagon, de nem mehetett el, mert rájöttek, hogy mi lopjuk a fát. Hát mi nem loptuk a fát, mi csak raktuk a fát, ami nem tudtuk, hogy ki a fa. No, hát nem is mi veszekedtek, hanem azokkal, akik kivittek bennünket, akik valamiképpen kiesdekeltek száz embert, vagy 70 embert, ugye, és aztán azzal meg akartak rakatni egy vagon, vagyis egy izé fát, egy fát, azzal elmenni, és kész. Ment a lopás kegyetlenül. És akkor bevittek bennünket újra az állomásra, egy üres vágány mellé, odaállítottak, na most már lehányni az egészet. És ledobahattuk mind az egész. Ez volt, mi szerintünk a legdühítőbb. Legdüh, hát az ellátás az mesés volt. Hol volt, hol nem volt. Tehát századokba voltunk. Most akkor reggel hatkor már ébresztettek bennünket. Reggel hatkor már kiálltunk. És századok szerint ott, ott álltunk. 500-an voltunk akkor még, már kevesebben, mint 500, mert már vittek el bennünket, hol már olyanokat, akiket el kellett vinni. Tehát 500-an voltunk, és akkor elkezdték osztani a ebédet. Először kaptunk mi, aztán a következő sor, aztán a harmadik sor, így mentünk sorba. A századparancsnok ott állt mellette és mindenkinek nézte, hogy mi megy a csajkájába. Jóformán üres víz, a aljába egy kis buris, nem burisnak mondták azt a buzát, ugye, és na, az ment. A aljába volt egy kanárra való, sűrű, akkor már örült az ember, hogy valamit ettem. Máskülönben csak megette, 7 hét is poharak voltak mindenkinek, ugye az volt a mérőpohár is, meg olyan is kaptuk mi a ételt, kaptuk, mindenki olyat szerzett magának. Na, elég az hozzá, hogy megkaptuk, volt, aki megitta, volt, aki mikorra odaért helyére, akkor már végzett is, még megkotorta az alját, hogy van-e valami, és ez volt az egész. Az volt a reggelink. Délre, volt valamit főztek a konyhán, egy kis löttyöt, na. De annak talán volt valami sűreje. Estére nem kaptunk semmit a teát kaptunk volna, aki elment a teáért, az kapott, aki nem ment el a teáért, nem kapott még az se. Ez volt a napi ellátásunk. Na, hogy ebből aztán, hogy ki mennyi tudott megőrizni, vagy mennyi maradt rajta, azt meg nem tudom mondani. De annyit tudok mondani, hogy 520 520 an maradtunk ottan szeptember 4-én vagy 5-én a lágerba, ebbe a lágerba abból vittek el mindig betegeket, aki betegnek érezte magát, vagy pedig ott elkaparták a láger mögött, ott voltak ilyen légvédelmi tüzérállások, amik ott üresen álltak, hát ott elkaparták valahogyan, valamiképpen betakarták. Már akkor is, még nem volt nagy hó. Mikor hó volt, akkor már csak a hó alá tették. De az tény és való, hogy február 17-én, 16-án, 17-én akkor vette át a lágert egy NKVD-s. NKVD-s, mi négy betűsöknek mondtuk csak őket. Tehát egy NKVD-s főhadnagy. Igen. Magas, mikor így emlegetem őket, szint előttem állnak. Ő nagyon tisztességes ember volt ő igazán valóban hitt a kommunizmusba, és hitt abba, hogy azt meg is lehet csinálni. Emberek között meg lehet csinálni. Hát ő megpróbálta megcsinálni. De a, 100, a 520 emberből ő már csak 170-et, vagy 172-t tudott átvenni. Annyian maradtunk meg, annyira olyan, olyan bőrbe, hogy még érdemes volt átvenni bennünket. Hogy hova lett a többi 330, én arról nem tudhatok, vagy 350 ember, nem tudhatok róla. Mert mi napközben kint voltunk a munkahelyén, közben, ha jött egy komisszió oda, és átnézték őket, akik ben voltak, azokat gyorsan be a vagomba, elvitték őket, és kész. Mi arról nem tudtunk, hogy hova. Nem találkoztunk soha senkivel, akit tőlünk elvittek. Már úgy vagyok a végén, hogy mióta mondom, hogy voltunk 11-en, a magyar gyerekek, a végén úgy elkeveredtünk, hogy már nem tudom, hogy melyik, melyiktől mikor szakadtam el. De a legborzasztóbb az volt, aminek tanúja voltam, akkor még, még akkor a régi barakban voltunk, a lóbarakban, és egyszer nagy zajt hallottunk a bejárat felől. És ott nagy kör volt kialakulva, egy olyan 5-6 méter átmérőjű kör, és valakit ütöttek a közepén. Akkor ketten ütötték. Az egyik egy szeben is hát nem srác volt, ami a idősebb ember volt, de rettenetes, borzasztó egy alak lehetett az. Hát az is volt. Erőt ismertük, tudott egy kicsit magyarul is, mert Szebenben ugye ott beszélik mind a három nyelvet. Ő német volt, de tudott románul, még magyarul is valamit. No, néha beszéltünk vele, de azután nem tudtunk ránézni. Hát ő volt az egyik hóhér, aki ütötte azt a gyereket. Egy olyan 19-18 éves, olyan velem egykorú gyerek lehetett, de magasamnak nézett ki. Fölülről nézve is meg volt hajolva, és aztán csak tartotta a kezét, hol ide kapott, hol oda hol mikor ütötték meg. Ket Ketten ütötték, aztán az egyik kidőt, és hatta ottan volt, aki kiabált, hogy hagyjátok, ez az a gyerek, ma megkaptam az a magáét. Hát németül kiabáltak, ugye, de hát az ember megértette, hogy hát miről. Szóval volt pártfogója is a gyereknek, és de nem, azok csak ütötték, ütötték. A végén a gyerek összeesett, aztán én fogtam magam, és elmentem onnan. Másnap hallottuk, hogy a gyerek meghalt. Állítólag a vesélye volt leszakadva. Na hát ezért. Ilyen dolog volt. És azért, mert valakinek elvitte a kenyerét. Na, mert a kenyér volt a legdrágább, az volt az egyetlen valuta, amivel még élni lehetett. Akinek kenyere volt, az mindent meg tudott vele vásárolni. Volt ott egy, egy, egy fiatal gyerek, aki kín volt, olyan velünk egyidős lehetett. Olyan helyes arcú srác volt. Az feküdt egyedül ott alul. De az olyan volt, hogy azt már a németek is kivetették maguk közül. Látták, hogy azért nem segít már senki, és nem törődtek vele. És egyszer aztán ugye bemászott oda, mert bement, le nem vetkőzött semmi, Derkán a csajka, ugye föl volt kötve egy madzaggal, azzal bemászott oda az alsó pricsre, az ilyen alacsonyan volt, csak a raj fölött, ugye, bemászott oda, és már reggel nem jött ki akkor megfagyottottam, meghaltottam, ki tudja, hogy milyen. Na, nem tudjuk azt nem. De ez, egy olyan szörnyű volt, mikor kivitték őt ottan, kirángatták, és aztán kivitték. De őt legalább láttuk, hogy meghalt. Akiket elvittek tőlünk, mint betegeket, azokat soha nem tudjuk, hogy azok közül meggyógyult-e valaki, vagy soha, vagy nem, nem gyógyult meg. És amit mondtam, hogy milyen körülmények között éltünk, hát az arra is, Mutat, hogy ugye, amit mondtam, hogy 170-en maradtunk az 530-ból. Tehát akik megmaradtak, azok majd nagyon szívósak voltak, vagy valami buta szerencséjük volt, nem tudom. Na hát mi megmaradtunk. Mi megmaradtunk. tudtak ott tisztálkodni? Tisztálkodni? Hát ha azt mondtam, hogy április, ó, utaságot mondok november elején voltunk utoljára fürdőbe. Akkor is csak olyan fürdőbe, hogy, no, hogy a vasutasoknak volt ott egy vagomba fürdő berendezve. Na no, hát fölfítették nekünk is, ugye, és ott. De ott nem volt semmi mellékhelyiség, ott az ember kijött a fürdőből, kapta a rongyait magára, és aztán már kint öltözött föl, mert már a következő csoport megint tolakodott be. Na, no, de hát ez olyan semmilyen fürdés volt. Akkor voltunk, november elején fürödtünk meg ott. És utána, akkor jöttek azok a hosszú idők, hogy november elejétől február 18-áig nem voltunk fürdőbe. És ez mással is együtt jár. Ott a fürdő úgy megy, hogy mikor mész, akkor ledobod magadról a inged gatyát, oda dobod, és mikor kijöttél a fürdőből, ott kapsz egy másikat. No, tehát, aki nem volt fürdőbe, az nem kapott gatyát se. Három és fél hónapig nem jutottunk hozzá tiszta fehér neműhöz. Hát, hogy milyen körülmények között voltunk, az nem lehet elképzelni mostan. Egy itt már szóval egy olyan gyerek, aki nem élte át ezt, hogy tudná azt elképzelni, hogy neki nem jár minden hétnél, vagy minden másnap, vagy minden nap a tiszta fehér nemű. A három és fél hónapot kibírt úgy, hogy hát nem jutott hozzá. És kibírtuk. Na, voltak, akik kibírták. Voltak. Na, mi rajtunk kívül a 170-en kívül, akik ott megmaradtunk, akkor is, mert még azon kívül is volt, aki kibírtak. Na, szörnyű nehéz volt. Mert ott nem lehetett. Még hóba megmosakodni csak annyit lehetett, hogy az ember kiment esetleg, és nekünk ott a, a ahol a fűrész, no, vagyis csinálással foglalkoztunk, ott csináltunk olyan kis sopát magunknak, hogy védett legyen a dolog, Hát ottan megmosakodott az ember, de mit tudott megmosakodni, szappan nélkül, törülköző nélkül, mit tudott megmosakodni? Az arcát, a szemét egy kicsit rendbe tudta tenni. Máshol nem lehetett, mert máshol még rühes volt az ember. Milyenek voltak a munkakörülmények ott Kalpenyicán? Hát nem voltak valami rózsásak, mert ott egy óriási munka állt előttünk. A lágertől akár jobbra, akár balra néztem, mindig azt az utat láttam. És a közepén voltunk, mi azt lehet mondani, ennek a út szakasznak a közepén. Ott minden láger úgy volt megállapítva, hogy ilyen 5-10 kilométeres körzete volt. És ami azon belül volt, azon dolgozott, abfelé, azon mozgatták ugye, előre, hátra. Baranovisból legalább öt felé mennek a vonatok. Tehát egyik, másik, harmadiknál is meg kellett csinálni, ha mind a háromnál részt vettünk benne. Először Kalpanyicánál, másodszor aztán Novomisnél, harmadszor Potyeprónál. Ez mind azonnal úton von, út szakaszon van, nem is túl távol egymástól, ahol vasúti áthidalásokat kellett nekünk kiépítenünk. Egy áthidalásban volt, aki 70, azt mondta, hogy hát ebbe legalább 70 ezer köbméter földet kell belehordani, hogy elérjük azt a 6-8 méter magasságot, ahol ma meg, megcsinálhatják majd a hidat. No, hát ezek voltak a munkakörülmények, ezeken kellett dolgoznunk. Föld. Na, no, másfél köbméter volt két embernek a normája, ha azt fölhordta. De akkor a síktalajról, majdnem síktalajról, egy méter magasságba, ugye, másfél méter magasságba. Aztán mi annyira emeltük a normákat, hogy mi azt meg tudjuk csinálni, mert akkor tízdek a kenyérrel talán többet adtak, vagy ígértek legalább, ugye? No, tehát valamivel többet adnak kenyeret, és a kenyér tartotta bennünk ott a lelket. Meg kellett volna csinálnunk a normát, ahhoz, hogy megkapjuk a normál adagot, szóval valaki normál kenyeret is megkapjuk. De mi nem tudtuk megcsinálni, a tiszta őrültség volt, különösen akkor, mikor már december volt, január volt, és ott a méter mélységig meg volt fagyva az a laza föld, az a homokföld, mint az acél olyanná válik. Hát abból hogy lehet megcsinálni normát? Mi dolgoztunk mind a hülyék ottan, igazán mint a hülyék, és mégis hát nem voltunk képesek elvégezni azt a munkát. Na. Szörnyű volt ez. Na, aztán a vége az lett, ugye, hogy mikor mentünk el, vittek el bennünket, hát én is bekerültem a száz közé, akit vittek arra idegen helyre, ahol még nem voltak foglyok. Szávicsiba kerültünk akkor, és mi alapítottuk ott meg az egészet. Máskülönben ki volt elég jól lépítve, ottan WC is volt minden, szóval az is meg volt, szóval tisztességes hely volt. Hát Szávicsi az egy új láger volt. A körülmények olyanná váltak, amelyeket mi ottan bevezettünk. A nem, természetesen a kosztot nem tudtuk befolyásolni, az továbbra is olyan volt, valamivel jobb, mint általában Kalpenicán, amilyet tettünk, fogyasztottunk, de nem volt semmi különös benne. Csak éppen, hogy hát próbáltunk a magunk törvényei szerint élni, amiket mi bevezettünk, amit mi elfogadtunk, és amit aztán tiszteletbe is tartottunk. Milyenek voltak ezek a törvények, amiket magunk hát bevezettek? A törvényeket mi nem neveztük törvényeknek, csak szabályoknak, hogy hát ezt be kell mindenkinek tartani. És aztán azt betartottuk. Hát főleg a konyhára vonatkozott minden. Az volt a legfontosabb. És hát az, hogy nem voltak kiváltságosak senki. Hát a konyhán nem volt szabály. A konyhára az volt a szabály, hogy oda senki ne tegye be a lábát. Az elég szigorú szabály volt. No, tehát ott nem lehetett félretenni senkinek semmit, nem lehet itt titokban valamit elfogyasztani, mert hát az magától értető, hogy a közösből ment volna. Ezek voltak a legfontosabbak. Máramaros sziget. Hát én nagyon keveset tudok Máramaros Már szigetről. Azt a szörnyűséges zsúfoltságot azt nem felejtem el, amiben voltunk akkor, mikor bementünk. Ott a kaszárnyák is olyan ridegek voltak, minden nagy kapukon körülött bemenni, és akkor mi bementünk, és nem tudom, az első vagy második épületbe, ottan hát behajtottak bennünket hogy itt még van hely, ide még be lehet menni. Hát bementünk, és a folyosón ottan beszélgettünk, várakoztunk, mert valahogy délután értünk oda, és én nem is tudom, hogy hol aludtam el, úgy aludtam el, hogy ott egy radiátor mellé le leültem, legugoltam, és aztán úgy elaludtam. Reggel értünk oda Debrecenbe, nem tudom, hány óra lehetett, tudom, hogy világos volt már, és a pabillon laktanyába, hogy oda kellett bemennünk pavilon laktani, azt se tudom, hogy az mekkora. Tudom, hogy rengeteg épület van ott, öregebb, újabb épületek voltak ott, és az egyikbe akkor minket is bebocsátottak, hogy legyetek itt, azt mondja, mert itt fogtok enni valót kapni, aját kapni. Jó van, hát akkor nem mozdulunk sehova. Ha enni se adnak, akkor nem megyünk sehova. Ott voltunk egy darabig, aztán hoztak valami enni ennivalót, harapnivalót, már ilyen zsemlét, meg ilyesmiket de hát nem volt kedve az ember menni, az akartunk menni minden áron. És hát nem volt hova, mi nem tudtunk hova lenni. Én Debrecenben életemben nem voltam még. Tehát nem úgy voltam, hogy hát majd kimegyünk és aztán majd hazamegyünk. Nem tudtam volna hova fordulni. Azt se tudtam, merre van az állomás. Hát lehet, hogy megtaláltam volna, ez természetes, de azért nem akartam. És várakoztunk ott. És akkor már aznap éjszaka, akkor volt az, hogy jó, hogy nem mentünk el, mert akkor igazoltattak bennünket. A igazolás úgy volt, hogy hát olyan tízes csoportokat alakítottak ki, és azzal bementünk egyik folyosóra, egy nagy épületnek a jobb szárnyába, oda bementünk, és várakoztunk. Ott kialakult egy tízes csoport, azt elvitték, egy másik kialakult, a harmadikkal vagy negyedikkel mentem be én. És akkor aztán oda, oda bementünk, de aki oda bement abba a tenni, az már ott nem jött ki, az már a másik ajtókon mehetett ki. Mert a mai útba igazították, hogy oda-vissza, nem, azokkal nem szabad beszélni, nem szabad elárulni, hogy hát miről megy itt a játék. És hát arra ment a játék, hogy hát kifogják közülünk azokat, akik már kifogandónak voltak tekintve. Mikor már ők a névsort megkapták, ők már abból meghatározták, hogy ezeket ki kell emelni. Na, és a névsor szerint mentek, rajtam átmentek, mikor kérdezték, hogy hát mi volt, mi van, azt mondja, hát mondtam, hogy hát én levente voltam, és akkor aztán egy dobolás alkalmával azt mondták, hogy Alál büntetést terhe alatt muszáj menni, hát akkor elindultunk, és most itt vagyunk három év után. Na no, jó van, azt mondja, ezt, ezt tudomásul vették, és akkor aztán rajtam nem is volt semmi baj. De mikor odaértek ehhez a kilencedikhez, ha utánam következő, odaértek, mi voltál? Én azt mondja, semmi, azt mondja, én azt mondja, csak ott voltam, mint a munkaszolgálatosok munkaszolgálatosoknál, ugye? Hogy munkaszolgálat, igen, munkaszolgálat, de azt mondja, én a irodában voltam, én nem tudok semmiről. Majd azt még megmondjuk, hogy mit tudsz te. És akkor aztán elkapta a szóval keretlegény voltál. Uram Isten, hogy én a keretlegény szót nem ismertem. Mi a jó Isten akar lenni ez a keretlegény? Keretlegény. És akkor ordított vele, ott kiabált vele, nekünk intett, hogy tűnjetek el. Mi eltűntünk ott, onnan, aztán ő ott maradt. Aztán, hogy hogy végezte ő ezzel, hogy tisztázta magát, én nekem arról fogalmam nem lehet. A hát tédes édesanyám éppen kórházban volt, kórházba volt akkor, úgyhogy nem is mentem haza, hanem mindjárt mentem a nagymamáékhoz ide a főszegre, itt laknak messze. Na és hát akkor, hát aztán itt aludtam, és másnap reggel mentem vissza Újvárba. Reggel mentem vissza, mert olyan déltájban már ott voltam Újvárban. Na, visszamentem, találkoztunk édesanyámmal, hát egy kis sírás természetes, hát az volt, az van is, az mindig úgy van, különösen mikor ma olyan elveszett ember kerül vissza. <laughs> hát ez így volt. Hm. Hazajöttünk, és itthon vagyunk. Azóta is. Hm. <gül> <gül>